gárdistákat állítottak bíróság elé a Horthy felvonulásunk miatt. A jelenlegi kormányzat bűne, hogy a magyar gárda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítették, abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt azzal, hogy aki közterületen a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy ilyen látszatot kelt, az szabálysértést követel. Pedig az önkéntes erőket nem üldözni kellene, hanem hasznosítani állami irányítással. A Mi Hazánk mozgalom rendpárti programja is ezt tartalmazza. 2020. március 1-én Horthy emlékfelvonulást tartottunk, mely után békés gárdistákat állítottak elő, miközben a Nemzeti Összefogás seregszemléjének erőszakkal fenyegetőző balliberális ellentüntetőivel szemben nem indult eljárás. Noha nem csak hogy erőszakkal fenyegetőztek, a garázdaságot kimerítve bekiabálásokkal zavarták meg a református püspök és a katolikus plébános beszédét, igei köszöntőjét is. A Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján 10 szervezet nemzeti összefogásával tartott rendezvény után békés gárdistákat állítottak elő, akik méltóság teljesen felvonultak, illetve a Szent Korona másolatát tartottak, ezért vegzálta őket a rendőrség jogtalanul, ezért állnak ma bíróság elé. A Mi Hazánk mozgalom szerint azonban inkább az önkéntes civil erőket állami irányítással be kellene vonni a rendteremtésbe, hiszen sokszor letelt a 2 hét, de ez a feladat, ez a kormányzati mulasztás még sajnos mindig hátra van. Biztos volt rajtam valamit. Szerint tudós volt. Hát nem tudom, hogy egy év távlatában ezt megmondani, hogy milyen színű sársapka, meg mi volt rajtam. Tehát ez... Önnek hány sársapka? Hány sálam van? Ez most komolyan egy bírósági tárgyalás, hogy hány sálam van? Nem tudom, de ha gondolja, felhívom a barátnőmet, és megkérem, hogy is neki a ruhásszekrényt, és számolja meg. De több sárja van. Hát nem tudom, hogy hány sálam van. Jó, sapkája. Sapkám is van. És nem emlékszik, hogy milyen volt ez a sapkája? Nem, több sapkám is van. Értette, azt kérdezem, hogy a Francis Vesén visel? Az milyen? Nem emlékszem rá, hogy milyen. Messze merően meghaladja a eljárás kereteit az, ha arról hangzanak el kérdések, hogy mit tud a magyar gárda mozgalomról, volt-e tagja, nem volt tagja, ki szervezte, hány sála van, hány sapkája van, mert egyszerűen ez a magánszférának egy olyan része, amivel kapcsolatban nincs joga és felhatalmazottsága egyetlen egy állami szervnek sem kérdéseket föltenni, kérdéseket sem lehet föltenni. Szánalmas és egyben megdöbbentő eljárás folyik, lényegében magyar ellenes, nemzeti hagyomány ellenes szemléletben az ügyészség ezt a vádat annak ellenére képviseli, viszi tovább, hogy már a tárgyalástartási indítványban bebizonyítottuk és levezettük, hogy természetesen szó nincs a vádlottak részéről bűncselekményről, hiszen ők Vitéz André Horthy Miklós előtt tisztelgő rendezvényen vettek részt hagyományozó viseletben, ami Magyarországon nem tilos, és ráadásul a Szent Imre pajzs bármilyen formában való használata, ugye az állam címerünkről van szó, amit az alaptörvény és a címertörvény véd, ugyanúgy szabadon használható. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen fölösleges és zaklató eljárás. Ez a Gyurcsány időkre emlékeztet, tehát azért jó lenne egy kicsit az ügyészségnek úgy valahogy rendet tenni a házatáján, hogy egy ilyen ügyet ne vigyen bíróság elé. És a bíróságnak viszont hát sokkal szakszerűbben kellene eljárni, mert már rég megszüntethette volna az eljárást. Ehhez belemegy egy öltözködési szakszerűségi vizsgálatba, aminek nincs helye egy ilyen eljárásban. Ezt a bűncselekmény kategóriát arra találták ki, hogyha valaki magatartásával, az egész rendezvény jellegével gyakorol egy agresszív, erőszakos jelleget, például az antifa rendezvényeket tökéletesen tudnám ilyennek mondani. Mivel semmilyen bűncselekményt nem követtünk el, ez tényleg ez egy nevetséges dolog, hogy ma, amikor nagyon komoly társadalmi, gazdasági problémák vannak, itt ez a pandémia, akkor a bíróságnak
különleges körülmények között ilyen hülyeségekkel van ideje foglalkozni. Sajnos azért az eddigi jelenségekből észlelve nem vagyok azért nagyon bizakodó, de úgy gondolom, hogy végül is, tehát minél feljebb megyünk, hála Istennek a jelenlegi magyar bírósági rendszerben, annál magasabb színvonalú ítélkezéssel találkozunk. Én úgy gondolom, hogy ezt végül is meg fogjuk nyerni, tehát felmentéssel fog végződni, de nem biztos, hogy első fokon. De ezt hozzá vagyunk szokva ezekhez a küzdelmes ügyekhez. És nem adjuk fel. Soha.